Sziasztok! A következő néhány percben Haldóra Torodzen Ablak című kisregényéről fogok beszélni. A könyv 2017-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját, a kötet megjelenését pedig az Unió Kreatív Európa programja támogatta. Igen érdekes irodalmi csemegéről van szó, részint azért, mert ritkán van alkalmunk izlandi regényt olvasni, részint sokkal inkább a témája miatt, ami nem más, mint az öregség, az öregedés és az időskori szerelem. A főhőse egy 78 éves idős hölgy, aki beleszeret egy hasonlókorú idős úrba, és együtt elhatározzák, hogy hamarosan beköltöznek egy idősek otthonába. Kapcsolatukat azonban a fiatalabb generáció nem nézi jó szemmel, mintha bizonyos viszolygást, ellenérzést váltanak ki, hogy megváltozott ennek a hölgynek az életmódja. Mintha lenne a társadalomban egy ki nem mondott elvárás, hogy mit jelent az, hogy öregnek lenni. Hogy egy öregnek az lenne a feladata, hogy szép lassan leépüljön testileg, lelkileg, szellemileg, és ennek a szomorú folyamatnak a halál lenne a vége. Ha valaki ezzel szembe akar helyezkedni, és megpróbálja még kiélvezni az élet adta lehetőségeket, az nagyon sokakban nagyon sokan furcsálják, viszonyognak tőle, rosszallást vált ki. Különös tekintettel, hogyha itt két idős ember szerelméről van szó. Akkor, mintha sokakat azok a képek zavarnának, hogy elképzelik, hogy ezek az idős emberek hogyan szerelmeskednek az ágyban. Mint hogyha a szerelemnek nem lenne számos más egyéb dimenziója. Ez a két idős ember számtalan megélt élménnyel, egy egész leélt élettel a háta mögött vág neki ennek a kapcsolatnak, és mindezek az élmények, az elveszített ismerősök, barátok, megélt élet árnyalja a kapcsolatukat. Teljesen más ez, mint amikor két fiatal szeret egymásba, és együtt tervezik az előttük álló jövőt, amit majd közösen fognak megtölteni élményekkel, élettel, tapasztalatokkal. Két idős ember, amikor egymás társául választják, ez a társkeresés teljesen másról szól. Haldóra Torodzen könyve arra hívja fel a figyelmet, hogy az élet utolsó éveit is meg lehet élni minőségi módon. Habár óhatatlan, hogy egy idős ember egyre több testi nyavajától fog szenvedni, és nagyon szomorú az, hogy mind több barátját veszíti el, mégis lehet oly módon élni az életet, hogy az ember megpróbálja kihozni belőle azt a legtöbbet, amit lehet. A kötet négy nagy fejezetből áll, ezek négy évet ölelnek föl, ez alatt a négy év alatt figyelhetjük, hogy hogyan változnak ezek az idős emberek. A kötet címe Ablak szimbolikus jelentőségű. A regény főhősnője a regény elején az ablakból figyeli a történéseket, szinte teljesen kívülállóként, kívülrekedve a világ folyamatain. Amikor új társát elveszíti, újra az ablak mögött áll, újra a világot szemléli, de immár más minőségben, minthogyha megpróbálna a világ teljességét megérteni. És ez egyre inkább egy nagyon mély létmegélésé, bölcsességé nemesül. Így a könyv egyáltalán nem egy depresszív leépülés története, sokkal inkább egyfajta misztikus út. Ha három mondatba kéne összefoglalnom, hogy miért gondolom azt, hogy érdemes elolvasni a könyvet, akkor a következőket mondanám. 1. Az öregedés az mindannyiunkat érintő probléma, kit hamarabb, kit később, de még aki úgy gondolja is, hogy ez egy nagyon távoli probléma számára, akkor is érdemes néha egy pillanatra megállni, lenyugodni és elgondolkodni az elmúláson. 2. Ebben a felgyorsult modern társadalmunkban egyre nő a szakadék a generációk között, nem úgy, mint a tradicionális társadalmakban, és igenis szerintem szükség van arra, hogy megértsük az idősebb embereket, az ő gondolataikat, érzéseiket, és ebben nagyon nagy segítséget jelent ez a könyv, ami képes úgy bemutatni az időskort, hogy megmutatja annak báját, kedvességét, szépségeit is. Harmadrészt pedig ez egy nagyon szép irodalmi alkotás, ami sokáig bennünk él, velünk marad. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!